Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragoncs Rita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Szekszárdon is megünnepelték az államalapítás évfordulóját. Augusztus hónap műtárgya egy portré. Októberben indul a színházi évad Szekszárdon. Kajszis Fesztivál Kisvejkén versenyeztek a lekvárok és a pálinkák. Tolna vármegye szinte valamennyi településen, így Szekszárdon is megünnepelték az államalapítás évfordulóját. Augusztus 20-án szent misével, kenyérszenteléssel és koszorúzással tisztelegtek Szent István király emléke előtt a tolnai vármegye székhelyen. Szekszárdon ökumenikus istentisztelettel kezdődött augusztus 20-án az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Ezen a napon megtettek a Béla király téri templom padsorai, ugyanis Petkó Tamás római katolikus plébános, Kaszó Gyula református lelkész és Fodor Péter baptista lelkész megszentette az új búzából készült kenyeret. A szertartás után a résztvevők a Szent István térre vonultak, ahol Gyurkovics János alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, Istvánt az emelte ki a kora uralkodói közül, hogy minden erejével az ország egységének megteremtéséért és a nemzettudat megerősítéséért dolgozott egész életében. Köszöntöm Önöket államalapító Szent István királyunk ünnepén, az ország születésnapján. Annak az országnak a születésnapján, mely több mint ezer esztendeje létezik ugyanitt, Európa szívében, a Kárpát-medence közepén. A hagyományoknak megfelelően reggel megtörtént az idei búzából készült kenyér megáldása, jelképes szétosztása. Ez emlékeztet mindannyiunkat arra, hogy sok ember áldozatos munkájának eredményeképpen a következő esztendőben is lesz kenyér az asztalunkon. Emlékezünk Szent István közel 40 évnyi országépítő szolgálatára is. Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét, Nagy Boldogasszony napját avatta ünneppé, ekkora hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. Első királyunk legfőbb történelmi érdeme a magyar állam megalapítása, kiépítése, megszilárdítása és európai integrálása. Sikereinek titka egyensúlyteremtő képességébe rejlett. A kivívott tekintély mellett Magyarország mai szóval élve versenyképes és elfogadott állammá erősödött. Ez sokszor valóban nagyon kemény, esetenként kegyetlen eszközökkel az akkori keresztény keretek között valósította meg, de ennek eredményeképpen hazát és otthon teremtett a magyaroknak. Az alpolgármester azt kérdezte a jelenlévőktől, hogy vajon mi lehet a Szent Istváni életmű titka. Abban biztos vagyok, hogy egy megingathatatlan értékrend, ami alapját képezte a döntéseinek, és az, hogy e szerint az értékrend szerint is élt, így volt hiteles. Nem hatalmának megerősítéséhez, nem személyes meggazdagodásához, egyfajta kirakatként volt fontos számára a keresztény értékrend, hanem az ország stabilitásának és egységének megteremtése. A fiának, Imre hercegnek írt intelmei
szívében lévő mérhetetlen szeretetről és hatalmával kapcsolatos alázatról tanúskodnak, így többek között a hit megőrzéséről, tiszteletről, az igazi ítélet és türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról, az elődök, szülők tiszteletéről és azok követeléséről, a bölcsességről, kegyességről, irgalmasságról szólnak. Szent Istvánnak az a szellemisége, gondolkodása és értékrendje, amit magától is elvárt, hitelességének és sikerének, ránk hagyott örökségének alapja. Ezek az alapok határozták meg döntéseit, ezek alapján jelölte ki a magyarság útját, határozta meg az aktuális taktikát és stratégiát, ezek alapján talált és kötött szövetségeket a nyugat-európai hatalmakkal, terjesztette a keresztény hitet, és ezek alapján épített országot, alkotott időállót és maradandót. Gyurkovics János úgy folytatta, eltelt több mint 1000 év, és a magyarok millióinak áldozatai árán itt vagyunk. Ugyan befolyásolnak bennünket a külvilág történései, de alapvetően mi kell, hogy alakítsuk a jövőnket. Tehát leginkább rajtunk múlik, milyenek vagyunk, milyenek leszünk, mivé építjük államunkat. Ha képesek leszünk, és bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk felemelkedni a megosztottságon, akkor tudunk igazán haladni, fejlődni, és minden itt élő számára megteremteni az emberhez méltó életet. Én azt kívánom magunknak, különösen itt Szekszárdon, hogy legyen bennünk hit, erő és akarat, hogy a saját magunk által kijelölt úton járjunk, nem nélkülözve a Szent Istváni alapokat, nem feladva az elveinket és értékrendünket, a magunk közösségét erősítve, arra támaszkodva. Tudom, hogy képesek vagyunk rá. Együtt önökkel, veletek sikerülni fog. Isten áldja mindenki munkáját, aki ehhez hozzátesz. Isten áldja Magyarországot és a magyar nemzetet. Isten áldja önöket, Szekszárdot. Az augusztus 20-ai rendezvény zárásaként az önkormányzat, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a Szent István szobrot. A Vosinszky-Mór megyei múzeumban augusztus hónap műtárgya nem más, mint a 150 éve született dr. Pesti Pál jogász, kúriai bíró, országgyűlési képviselő, igazságügyminiszter portréja. A képet Miklós M. Ödön, szekszárdi festőművész készítette 1935-ben. Ezúttal Miklósi M. Ödön, szekszárdi festőművész Pesti Pálról készített portréja lett augusztus hónap műtárgya a Vosinszky-Mór megyei múzeumban. Pesti Pál 1873-ban, tehát 150 éve született. Jogász, törvényszéki bíró, politikus, jelentős személyisége a két világháború közötti Tolna megyének és Magyarország közéletének és politikájának. A Pesti Pál a középiskolai tanulmányai elvégzése után ugye jogi pályára lépett, Budapesten és Berlinben végezte el a jogi egyetemet, majd rövid külföldi tanulmány után bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1897-ben Budapesten volt joggyakornok, majd pedig a további törvényszéki pályáját Tolna megyében töltötte. Először Szekszárdon, majd néhány évet Pakson aljárásbíróként, és aztán folyamatosan elég nagy léptekben haladt előre a bírói pályán. Szekszárdi 1903-ban Szekszárdon járásbírónak nevezték ki, majd az aljárásbíróságnak a vezetője is volt,
és 1915-től a szekszárdi törvényszék elnöke, tehát a legmagasabb törvénykezési rangot is elnyerte, egészen 1922-ig, amikor a nyugdíjazását kérte, és politikai pályára lépett. 1922. májusában nagy többséggel az első fordulóban a Gyönki választókerület képviselője lett, és két cikluson keresztül képviselte Tolna vármegyét. Bekerülve a képviselőházba, a parlamentbe, a tárgyilagos és szakszerű felszólalásai nagy tiszteletet és elismerést nyertek neki, úgyhogy már a következő évben a pártja a képviselőház alelnöki címére jelölte, amit el is nyert, és a karrierje tovább ívelt felfele, mert 1924-ben a Bethlen kormányban igazságügyi miniszteri címet kapott, vagy hát nyerte el ezt a feladatot. 5 éven át volt igazságügyi miniszter, majd lemondott tisztségéről, és a földbirtokrendezési szövetkezet elnökévé lett, és más tisztségeket vállalt a következő években, de ugyanúgy a következő években, és a pártja elnökévé lett, tehát az Egységes Párt elnökévé nevezték ki, amit hosszú évekig viselt. Azt kell tudni róla, hogy minden ismertető és méltatás Pesti Pálról arról szól, hogy ő milyen ember szerető ember, és hogy a két legfontosabb jellemzője az a tisztesség és jóhiszeműség. És valóban a választókerületében is nagyra becsülték, rengeteg rendezvényen vállalt fellépést, vagy hát megnyitó beszédet, tehát különböző társadalmi eseményekkor, illetve a választókerületének a beszámolóit is mindig nagy érdeklődés és elismerés övezte. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon elismert ember volt, és azt kell mondani, hogy nem csak a rangnak szólt az elismerés, hanem annak az emberséges embernek, tehát egy kimondottan szerette a választókerülete is, és ez jellemzi az országos politikában is az elismertségét. Érdemes megemlíteni, hogy az evangélikus egyházban rendkívül fontos szerepet töltött be. Uzdon született, de az egyház községe a Sárszentlőrinchez kötődik, úgyhogy Sárszentlőrincen az evangélikus gyülekezetnek a felügyelője, ez a világi elnököt jelenti, de nem csak Sárszentlőrincé, hanem a Bonyhádi gimnázium világi felügyelője, aztán Szarvasváros választotta meg szintén felügyelővé, Tolna, Baranya, Somogy vármegyéknek a egyház megyei felügyelője, és a legmagasabb tisztség, amit az evangélikus egyház köreiben elért, az a Bányai egyházkerület szintén felügyelői tisztje. Ez a tulajdonképpen Pest megyétől lefelé az országhatárig a Duna-Tisza közén húzódó területnek a területet jelentette ez az egyházkerület, úgyhogy nagyon fontos szerepe volt az evangélikus egyházban. Tolna megyében is végig részt vett a Tolna megyei politikai életben, például Vas József vallás- és közoktatási miniszternek és Pesti Pálnak köszönhetjük a szekszárdi új kórház, az 1930-ban megnyitott új kórház tulajdonképpen kijárását, hogy felépülhetett állami támogatással ez a kórház, és más alkalommal is komoly támogatásokat járt ki tulajdonképpen, azt kell mondja, vagy ért el Tolna megye különböző településeinek, nem csak Szekszárdnak. Jótékonyságáról is ismert, az egyik legnagyobb adomány, amit ő tett, az a szekszárdi evangélikus templom és paplak felépítéséhez 40 ezer koronával járult hozzá feleségével együtt, tehát ez egy hatalmas összeg, úgyhogy tényleg jótékonykodásáról, egyházmegyei szerepéről, politikai szerepvállalásáról és a törvénykezési szereplésében is nagyon jelentős. Emellett az évek alatt Szekszárdon számos társadalmi szervezetet is vezetett. Ez megint nem csak a rangnak szólt, hogy őt elnöknek vagy igazgatónak kérték fel, de amit el akartam mondani, hogy a szekszárdi tűzoltó egyletnek is főparancsnoka volt, és maga is részt vett, ha csak irány
irányítóként is egy-egy tűzoltásban a szekszárdi évei alatt. És hogy a portréról is beszéljek, ne csak Pesti Párról, Miklósi Mucsenbaher Ödön a 20-as évektől fest meg számos reprezentatív portrét jeles személyiségekről a Vármegyeháza díszterme számára, tehát a Tolna megyei hivatali arcképcsarnok számára, különböző szekszárdi egyesületek és szervezetek számára portrékat fest, és így 1934-ben kéri fel Szekszárd városa, hogy a díszpolgárainak arcképét fesse meg, amit érdekes módon, amit itt lehet tudni, hogy még úgy is elvállalja Miklósi Ödön, hiszen az megtiszteltetés számára, hogy tulajdonképpen csak a költségeket fizetik meg, a festőeszközök és a vászon költségeit. Az első portré, amit elkészít, az Aponyi Albert portré, amit ünnepélyesen el is helyeznek a Városházán 1934-ben. A következő évben két portrét készít el, az egyik Pesti Pál arcképe, a másik pedig Bezerédi Pál arcképe. Ezek azonban nem kerülnek, hosszú ideig nem kerülnek a Városháza dísztermébe. Pesti Pál arcképe is csak 1942-ben helyezik el. Az arcképfestészetéről azt lehet mondani, hogy a tulajdonképpen a realista hagyományt követi, szinte fotografikus hűséggel ábrázolja a megjelenített szemét, így Pesti Pált is, de azért a személyiséget is elég érzékletesen tudja megjeleníteni. Az akkori ábrázolásmódtól eltérően Miklósi portréjainál igazán harsány színeket használ. Ahogy itt is látjuk, a háttér egy élénkzöld, piros karosszékben ül Pesti Pál, és tehát, hogy egy nagyon a korabeli, a 19. századi, úgymond hivatali portrékra jellemző sötét tónus helyett itt egy nagyon élénk, tulajdonképpen vidám színeket használ Miklósi. Még így is nagyon örülhetünk neki, hogy Pesti Pál arcképe is elkészült, és Pesti Pál születésének 150. évfordulóján emlékezhetünk rá ezzel a portréval. Októberben indul a színházi évad Szekszárdon, változatos produkciókkal készülnek a szervezők, a jegy- és bérletértékesítés azonban már szeptemberben elkezdődik. Nem érdemes az utolsó pillanatokra halasztani a vásárlást, ugyanis 2022-ben valamennyi előadásra szinte az összes hely elfogyott. Hamarosan elkezdődik a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ 2023-as őszi és 2024-es tavaszi színházi évada. A szervezők idén is változatos produkciókkal készülnek. A rendszeresen visszatérő vendégek jól tudják, hogy két bérletsorozat áll rendelkezésre. Hamarosan vége a nyárnak, és hagyományosan a Babits Mihály Kulturális Központ augusztusra el szokta készíteni a következő évad 2023 ősz és a 2024 tavaszi színházi produkciójának az összefoglalóját, indulnak a új bérlet sorozataink, és ezzel kapcsolatban örömmel tájékoztatjuk Szekszárdváros lakosságát, hogy ebben az évben is, ebben az évadban is megint minden igény kielégítő változatos produkciókkal készülünk. Színházba járó városlakók és környékbeli rendszeres visszatérő vendégeink tudják, hogy van két kiváló bérletsorozatunk, a Múzsa és az Orfeum bérlet, melynek az előadásai általában októbertől egészen a következő tavaszig, áprilisig szoktak tartani. Mindegyik bérletsorozatban 4-4 előadással érkezünk, és ami ugyanilyen fontos, hogy megújítjuk a gyermek- és kisiskolás bérletünket, melynek során szintén az óvodás és a általában az alsó tagozatos, vagy inkább nevezzük kisiskolás gyermekeket is megszólítjuk, és legnagyobb örömünkre általában ezek az előadások kivétel nélkül teltházasak. Azon vendégeknek is szeretne kedvezni a központ, akik már hosszú évek óta minden esztendőben megújítják a bérleteiket. Nagy örömmel számolhatunk be arról is, hogy ezek a bérletsorozatokban legalább a kétharmada régi bérletesünk van, akik évtizedek óta minden évben, évről évre szépen megújítják ezeket a bérleteket, ezért nekik lehetőséget adunk, hogy augusztus 21-től egészen szeptember 3-áig ezt megtegyék, majd szeptember 4-től hétfőtől indul az új bérletek, amíg meg nem váltott régi bérleteseink utáni új bérletek megváltása, és szeptember 17-től majd
indulhatnak azok elindul azoknak a jegyeknek az értékesítése, amelyek még szabadon maradtak. Hát biztatok mindenkit, hogy igyekezzen, mert sokszor erre már lehet, hogy nem lesz lehetőség. Az évad a tervek szerint gyermekelőadásokkal indul. Azt is tudják a színházba járó kedves nézők, hogy az előadások címe és a darabok már megvannak ilyenkor, de a pontos időpontoknál, ugye általában itt budapesti színházakról beszélünk, mindig azért hosszabb egyeztetés szükséges. Október 1-én és 10-én két gyermekelőadás lesz, és még picit visszaugrok az időbe, szabad előadásokkal is készülünk. A legkorábbi előadásunk már a Szüreti Napokhoz kapcsolódik. Sokan tudják, hogy a Szüreti Napok színpompás programjaihoz mindig a nyitónap előtti estén, ami most szeptember 13-án szerdán lesz, tartozik egy kiváló színházi produkció. Egy újabb kuriózummal készülünk, a Taven Baktalé Legyetek Szerencsések című előadás a cigány kultúra legszebb elemeit, legpompásabb ruháit, életérzését, hagyományait fogja bemutatni, egy rendkívül színvonalas előadás lesz, amire hát biztatjuk örömmel a kedves nézőket. Elindult a jegyértékesítés, úgyhogy igyekezzen mindenki, hogy 13-án szerdán még láthassa ezt az előadást is. Az igazgató hozzátette, hogy nem érdemes az utolsó pillanatokra halasztani a bérlet jegyvásárlást, hiszen az előző évad valamennyi előadásaira szinte az összes hely elfogyott. Nem kíván az ember visszautalni a szomorú történetekre, de egy mondat erejéig ilyenkor megidézzük azért a Covid-járvány okozta problémát. Szerencsére ez teljesen elmúlt. Az előző évadunk szinte valamennyi előadására elmondható, hogy azzal a kellemes problémával találkoztunk inkább, hogy nem volt jegyünk. Tehát ezért is folyamatosan ezt hangoztatjuk most a sajtóban és a saját hírforrásainkon is, hogy inkább igyekezzenek a bérleteket megváltani a kedves nézőink, az a biztos helyet biztosító lehetőség. A szabad jegyek, amelyek maradnak akár a bérletes előadásról, akár a szabad előadásról, az mindig korlátozottabb mértékben fordul elő. Legyen ez így ebben az évadban is. Én úgy gondolom, mindenki megtalálja a kedvére való vígjátékot, komolyabb produkciót, musical, vidámabb darabot, kicsit talán hagyományosabb értékeket felvonultató produkciókat. Sok lehetőség lesz ebben az évadban is. Áraknál egy minimális áremelés kénytelenek voltunk elkövetni. Azt hiszem, ezt a mai világban nem nagyon kell ecsetelni, hiszen a produkciók árai is folyamatosan nőnek. Ugye sokat járunk mi is más színházakban, látjuk Budapesten is, nagyobb városokban is, hogy hát bizony néhány évvel ezelőtthöz képest akár a duplájára is megnőtt egy-egy produkció ára. Mi azért igyekeztünk ezt valamilyen szinten kordába tartani. A bérletes előadásainkban is a tavalyi évhez képest egy 10-15%-os áremelés látható. Én úgy gondolom, hogy ez talán még nem okoz olyan óriási problémát, nem lesz gátja annak, hogy megint teltházasak legyenek az előadások. Mivel javában zajlik a Zöldváros program Szekszárdon, amelynek keretében a kulturális központot körülvevő terület is megújul, az igazgató elmondta, hogy a parkolás szempontjából nincs ok aggodalomra. Ebben igazából, ebben a kérdésben inkább megnyugtatni szeretnénk a lakosságot. Kiváló kapcsolatunk és folyamatos egyeztetésünk van a Zöldváros kivitelező céggel. Én azt gondolom, nézzük ennek is a jobb oldalát, hogy végre megvalósulhat egy régóta dédelgetett vágy, hogy a kulturális központunk környéke is, és itt ugye a régi sétány is megújulhat, még szebbek lesznek a terek, még több zöld lesz, még jobb hangulatba lehet érkezni színházba, moziba, egy-egy babicsos előadásra. Úgyhogy igyekszünk megtalálni a helyét a színházi kamionoknak és a teherautóknak, úgyhogy emiatt nem fog elmaradni egy előadás se. Várhatóan október végére véget ér a felújítás, és a színházi évadunknak a nagy része pedig majd azért novembertől fog indulni, az októberi-szeptemberi előadásokra pedig megoldjuk majd a helyzetet. Megtartották a híres Kajszis Fesztivált Kisvejkén. Közelről és távolról is nagyon sokan érkeztek a nem mindennapi programokra. Volt itt lekvárverseny, pálinka bemutató, de még egy vonat alakú piskóta tekecset is készítettek a helyi asszonyok. Augusztus első hétvégéjén az idő sem szegte senki kedvét Kisvejkén. A településen ugyanis ismét megrendezték a Kajszis Fesztivált. Ha pedig barack, akkor pálinka is biztosan készült, amit aztán szakértő zsűri bírált. A
10 minta érkezett be, egész minőségiek. Kizárásra nem kerül sor, a legtöbb ilyen ezüstérem, valamint aranyérem, ami helyezéseket kapott. Az érdeklődők megismerkedhettek ennek az italnak a különböző készítési módjaival is. Hát egy jó kajszipálinkának egyrészt az alapja jó gyümölcsből készüljön, finoman legyen, vagy finom gyümölcs legyen összeválogatva, legyen rendben az erjesztés, legyen jól lefőzve, és ezen kívül jó legyen az érlelés, megfelelő idő után egy tökéletes pálinkát kapunk. Amit el lehet rontani, nagyon sokan megcsinálják azt, hogy nem a legszebb gyümölcsöket válogatják bele a cefrében, nem azt, amit feltétlenül a gyermekeinknek odaadnánk. Hiba lehet még az, hogyha melegen erjed a cefre, tehát kint hagyják a napon, udvaron, nem egészen úgy készül el, ahogy annak meg kellene történnie, valamint a főzés során tudnak még rengeteg hibát megejteni az emberek, hogyha maguk főzik. A településen már sok éve ez a falunapi rendezvény a legnagyobb, amely a helyi közösség apraját, nagyját megmozgatta. Ez a Kajszi Fesztivál 2007-ben kapta ezt a nevet, előtte is volt már falunapja a településnek, viszont az akkori vezető és a településnek úgy gondolta, hogy Kisfejke ugye barac termővidék, és a barachoz kapcsolva kapta a nevet a fesztivál, hogy Kajszi Fesztivál lett a neve. Imáron a 17. alkalommal került megrendezésre. Kicsit változtattunk a programokon. Annak idején a fesztiválnak a fő momentuma a lekvárfőző verseny volt, viszont az időjárás ugye megváltozott, nagyon csalóka lett, nagyon sok álmatlan éjszakát okozott a szervezőknek az, hogy vajon lesz-e termés, elég lesz-e a barack, tudunk-e az embereknek barackot nyújtani a lekvárfőzéshez, és egy kicsit változtattunk rajta, így főzőverseny lett a fő témája, de a mai napon is ugyanúgy zsűrizünk lekvárokat, otthon készített baraclekvárokat, természetesen pálinkát is zsűrizünk, hiszen Kisfejke híres a pálinkájáról is. A helyi asszonyok idén egy különleges piskóta tekercsvonatot is készítettek. Nagy részét a nyugdíjas klubunk sütötte meg, több mint 10 tekercsel neveztek ők. Egy kis vonat, egy mozdony áll a tekercsek elején, ezt köszönjük szépen az aktív nyugdíjasainknak, akik most már egy éve segítik a települést minden rendezvény lebonyolításában. Ezen a napon még a gyerekeket vártuk ugrálóvárral, körhintával, jumpinggal, csillámtetoválással, arcfestéssel, hiszen a felnőtteknek dolguk volt a délelőtt folyamán. Egy csendes délután után belecsaptunk a közepébe, a kulturális programunk 2 órakor kezdődött Kovács Gergővel, aki évek óta visszatér hozzánk, és szeret nálunk fellépni, nagyon jól nyitja a fesztivál hangulatát, és színes programokkal készültünk, minden korosztálynak próbáltunk egy kicsit kedveskedni, így a romatánc csoport is szerepelt. Jelen pillanatban a New Generation táncol, tehát a fiatalokat is megtaláltuk, és várjuk Kunu Máriót, bízom benne, hogy megérkezik. Az est folyamán a neonverebek szórakoztatják a közönséget. Az est fénypontja pedig egy meglepetés retrobuli volt, amit mindenki nagyon élvezett. Ezen a napon olyan vállalkozók is elismerést kaptak, akik anyagilag vagy a munkájukkal segítették a rendezvény megvalósulását. Kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!